Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjenek a fókuszlencsék, fókuszpontok, és hogy mit kell csinálni az új Tenóddal, aki csak úgy oda került az űrhajódba, és Jesszus Mária, mit csináljak vele, mert szétbombáztatok a Facebookomat a kérdésekkel, úgyhogy most gyorsan válaszolunk ezekre. Szóval fogunk beszélni az új fókuszlencsékről, a fókuszpontokról, a karakterről, erről a Tenó karakterről, és az új szorti küldetésekről, ugyanis egy érdekes dologra lettem felfigyelve, valaki írt nekem Facebookon, hogy hol lehet szerezni az új fókuszt. Lencséket, és mondtam neki, hogy a szorti küldetésekben, és az igazság, hogy egy kezdő karakternél ez nem látszik, vagyis nincs ott semmi, de aki már azt írja, hogy hogy lehet szerezni az új lencséket, azoknak valószínűleg látnia kell ezeket a szorti küldetéseket. Na most, a szorti küldetések, miután ők lennének azok, és itt lehet szerezni, látjátok, a jutalmaim rámész, az utolsó pályán rámész, és láthatod, hogy milyen jutalmakat dob, és itt lehet szerezni ezeket az új lencséket, amelyeket beleépítve a Warframe-edbe fókuszt tudsz gyűjteni. Na most, hogy működik a fókusz rendszer, de még mielőtt erre rátérnék, csak és kizárólag valószínűleg akkor fogod látni az új szorti küldetéseket, tehát ezeket, hogyha megcsináltad a Second Dream questet, az új questet aktiválni, csak akkor tudod, hogyha meg van csinálva a szárga struktúrnyi mellett. Csak akkor tudod csinálni, hogyha a Natal quest aktiválva van. A Natal questet az Uranuson tudod aktiválni, mégpedig úgy, hogy leszintézi-szkennelsz egy ilyen kék szentientet, tehát az Uranuson a legkönnyebb, de bárhol megjelenhet Mastery Rang 3 fölött. És megkapod a Second Dream-et, és ha megcsináltad a Second Dream-et, akkor a Second Dream végén megjelennek ezek a szortik, tehát itt mindig látni fogsz időnként egy küldetést. Továbbá kapsz egy darab fókusz lenszt, mégpedig olyan fókusz lenszt kapsz, amilyen frakciót választottál a játék végén. Tehát én például, hogy a Zenurikot kaptam, azért kaptam egy Zenurik fókusz lesz, amiben már gyűjtöttem 20.781 fókuszt összesen. Na, következő dolog, hogy hogyan használjuk a fókusz lenszt. Mondtam már az egyik videóban, hogy a fókusz lensz az olyan, mint a Gyorokin kataliszt, reaktor vagy forma, mind a három összesen, és bele tudod tenni Warframe-be és fegyverekbe, de csak is kizárólag maxoltakba. Nem kell izgulni, semmi nem történik vele. A fókusz lensz működése az a következő, kérem szépen. Én itt a Valkyrie-ben már beletettem, mert ővele járok legtöbbet mondjuk a Void-ba, és sokat ölök vele, és stb. Úgy kell belerakni, a fókusz lesz, hogy rámész, hogy Upgrade Actions, az Actions-nél pedig kiválasztod a lencsét. Na most, létezik egy olyan, hogy Greater Focus Lens, Greater Zenurik, az én esetemben Zenurik Focus Lens, és az még több fókuszt tud gyűjteni neked, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez megéri, hogy őszinte legyek. Négy kis lencse kell ahhoz, hogy legyárts egy nagyot, nem tudom, nem biztos, hogy megyek. Lehet, hogy több kicsit többre megy alapon, jobban működik. Szóval én beleraktam a Valkyrie-be, de trükkösnek kell lenni, hogy Warframe-be vagy fegyverbe rakod bele, mert ha Warframe-be rakod bele, akkor Warframe-mel is kell öljél, tehát valamelyik képességével kell öljél. Ha fegyverbe rakod bele, lehet, hogy egyszerűbb dolgod lesz, csak függ, hogy melyik fegyvert használod, ugye. Én Valkyrie-be raktam bele, mert tudtam, ha Valkyrie megyek, akkor Valkyrie ölök, mint az állat. Na szóval. Hogy működik a fókuszpontok összegyűjtése? Amennyi affinitást gyűjtesz össze egy nap, ez küldetésekből, szekrénykinyitásokból, mindenből, tehát küldetésekből, ölésszámból, mindenből összegyűlik neked affinitás. Mit tudom én, ha szerencsés vagy egy küldetés alatt ilyen, hát átlagban 200-tól 1500-ig gyűjtesz össze, de például jártam már egy órás Survivoron, és ott 11.000-re gyűjtöttem össze. És akkor gyűjtesz ilyen affinity pontokat, és gyakorlatilag fókusz, az affinity pontot átkonvertálja a fókuszpontokat
pedig bele tudod illeszteni a tenódba, gyakorlatilag. Na, gyere drága. Mégpedig azt hiszem, hogy lehet, ezt most én is itt élőben live-ból csinálom, mert még nem töltöttem bele. Use Warcry capacity by one for Warcry, nem. Up. Insufficient elixir. Jó, hát akkor azt mondom, hogy én inkább... ja igen. Értem már. Akkor inkább azt mondom, hogy én most kivárnám ezt az Energy Surge nevezetű 25000-é című képességet, mert ez azt csinálja, hogy a társaknak a környékén, akik benne vannak a hatósugarába, fel fogja tölteni az energiát, és ez egy hasznos dolog. De viszont például a mostani egy első képességét is tudnám fejleszteni. Tudjátok miért? Tessék, most már 5-ös szintű lett, elvont 8000-et a poolból, és most már 5-ös szintű lett a 6-os helyett, és föl lehet használni. De hogyha lesz majd 25000 fókuszpontom, akkor rámegyek erre, és feloldom ezt a képességet, csak hogy lássátok ti is, hogy hogy működik. Na most, ez a nagy sorti dolgoknak a lényege. Nagyjából ennyi is lett volna ez a videó, srácok. Ne felejtsétek el Dojo-ból kivenni az új fegyvereket, vagy az új fegyvert, a Stalker fegyverét, a Stalker maga dobja a kardot, úgyhogy sok sikert a megszerzéséhez. Szóval még egyszer mondom, sorti missionök, de csak akkor, hogyha megcsináltok a secondary-ben, focus lens-t kaptok, focus lens-be a warframe-be vagy fegyverbe, és akkor gyakorlatilag megvan oldva a fókuszpontok gyűjtése. A következő videóban fogok beszélni az új hold pályákról, és a drift modokról, és hogyan kell feloldani az új hold pályákat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!